Amikor gyermekek kerülnek a látókörünkbe, Jézusnak a magatartása jut eszembe, aki a tanítványoknak azt mondta, hogy engedjétek hozzám őket. Ők a legkiszolgáltatottabbak, ők szorulnak rá elsősorban a védelemre, az oltalomra. Ugyanakkor, amikor érezzük ezt az emberfeletti feladatot, ami most itt Európára és benne Magyarországra hárul, a ideérkező kísérő nélküli fiatalok személyében, akkor érezzük azt, hogy szükségünk van égi segítségre. És Jézus erre bátorít, amikor azt mondja, hogy bármit kértek az én nevemben az Atyától, megkapjátok. Hát így kérem most az Úristen áldását, jelképessen erre a faházra, ami jelképezi azt a készséget, segítő szeretetet, amit a mi népünk az ideérkezők felé tanúsítani akar. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, a Te megszentelő áldásodat kérjük erre a házra, adj nekünk bátorságot, nagy lelkűséget, készséges szívet, szent lelked által, hogy segíteni tudjunk azokon, akiket most ránk bíztál, hogy a Te irgalmas szeretetednek lehessünk a képviselői, a Te isteni szándékod szerint, hogy az ő életüknek, jövőjüknek javára váljék. Áld és szenteld meg, Istenünk, ezt a házat, Atya, Fiú és Szentlélek.